Benyújtotta a Paks 2 ZRT a létesítési engedély kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak, jelentette be sajtótájékoztatón Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, aki a projekt történetének eddigi legjelentősebb lépéséről elsőként a térség polgármestereinek számolt be. Mikor a 47 település polgármesterét tájékoztattuk, akkor visszakaptuk a hatóságtól azt az igazolást, amiben nyugtázta, hogy megérkezett ez a 283 ezer oldal dokumentáció. A Paks 2 ZRT 2020. június 30-án, azaz ütemterv szerint nyújtotta be a két új blokkra vonatkozó létesítési engedélykérelmet, amely azt támasztja alá, hogy a Paksra tervezett blokkok minden tekintetben megfelelnek a magyar és európai uniós szabályoknak, hangsúlyozta Süli János. A magyar előírásoknak és az uniós előírásoknak 100%-ig megfelel. Garanciája a dokumentumnak, hogy ha beadjuk, akkor elfogadásra kerül, és ha elfogadásra kerül, akkor meg tudjuk építeni, és biztonságosan tudjuk üzemeltetni ezekkel a dokumentumokkal elkészített blokkot. Az OAH számára elektronikusan benyújtott dokumentáció ellenőrzésére a hatóságnak 12 hónap áll a rendelkezésére, amit 3 hónappal meghosszabbíthat. A bírálatban Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül nemzetközi szakértőket is bevonnak, tette hozzá Süli János, aki azt is elmondta, hogy a projekttársaságnak az Európai Bizottság döntése alapján az engedélyezéssel párhuzamosan a földmunkák megkezdésére is lehetősége van. 6.30-al mi beadtuk a engedélyt a hatóság számára, mai nappal, rá akkor 3 hónap múlva beadhatjuk a földmunkákat, résfalat érintő munkáknak az engedélykérelmét, ez akkor szeptember 30, és akkor 3 hónapja van a hatóságnak, hogy elbírálja. Süli János azt mondta, hogy így az engedélye birtokában akár 2021 elején megkezdődhetnek a létesítést megelőző területelőkészítő földmunkák. A főépület építéséhez az engedélyt 2021 őszén kaphatja meg a társaság. Mittler István, a Paks 2 ZRT kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a mostani jelentős állomásnál a korábbiakhoz hasonlóan ismét felkeresik a környék településeit. A polgármestereket, ugye, amikor indítottuk a beruházást, akkor körbe jártuk, minden településen tartottunk tájékoztatókat a lakosság részére. A tervünk az, hogy mosti szeptembertől újra körbe járjuk a 47 települést, és tartunk tájékoztatót az ott élő lakosság részére. Közérthető tájékoztató kiadvány is készül, amelyet a Paksi Társadalmi Tanácshoz tartozó csaknem 500 település minden háztartásába eljuttatnak. A létesítési engedély kérelemről szóló mintegy 100 oldalas összefoglalót pedig közzéteszik a Paks 2 ZRT honlapján.